szüleim, illetve nagyapám is nagyon sokat segített az akkori szegényeken, különösen még a háború előtt. Aztán jött az államosítás persze az ő idejébe, és későbbiekben is, amit tudott, próbált segíteni. És én, amikor születtem, hát ezekről a dolgokról hallottam, illetve saját magam is tapasztaltam, hogy ő is született Tolnai volt, és Tolnainak vallotta magát mindig is. Én is nagyon ragaszkodom Tolnához, annak ellenére, hogy most már közel 30 éve Tolnától viszonylag messze, több száz kilométerre dolgozom. A lehetőségeim megengedték, hogy több anyagi dolgokhoz jutottam, amiből hát egy jó részét vissza tudok forgatni, illetve segíteni tudom a szülővárosomat, meg hát próbálok máshol is, ahol az emberek mély szegénységbe élnek. Afrikába elég sokat segítettem az elmúlt időszakban, különösen Nigériába, Kárpátalja. Most az elmúlt időben az ukrán háború alatt próbálok menekülteknek segíteni, illetve az én közvetítésemmel jöttek Tolnára. Aki megteheti, és akinek a vállalkozása úgy működik, abból hát illik mindenképpen visszaadni azoknak, akik sokkal szegényebb körülmények között élnek. Hát egyházi személynek számítom. Vallásos környezetben nevelkedtem. Annak ellenére, hogy gyerekkoromban nem nagyon gyakorolhattuk a vallásunkat, voltam első áldozó, bérmálkoztam, és 2008-ban elvégeztem a teológiát, és 2010-ben a Váci Egyházmegyébe diakónussá szenteltek. Ezzel, hogy egyházi személyé váltam, úgy érzem, hogy az egyház felé is van egy elköteleződésem, és hát támogatnom kell az egyházat is. Én mindig is Tolnainak éreztem magam. 5 gyerekem van, akiket szintén úgy próbáltam nevelni, hogy Tolnainak érezzék magukat. Többek közülük Tokajba jártak iskolába, ott is, amikor kérdezték, hogy hol laktok, azt mondták Tolnán, hát ezt sokan nem értették, mert azért ez 350 kilométer, de a gyerekeim is ennek ellenére, hogy most nem Tolnán él a nagy részük, de Tolnainak vallják magukat. Nagy meglepetést okozott ez a díj, nem számítottam rá, végül is így életvitelszerűen körülbelül 3 éve élek Tolnán, tehát többet tartózkodom Tolnán a Covid óta, és hát azóta próbáltam jobban Tolnán is segíteni. Nagy meglepetés volt ez számomra. Maga a díj is, meg a támogatás is, amit én előtte tettem, és ezután is remélem, hogy fogok tenni, valamiféle példa vagy a többiek számára egy iránymutatás, hogy aki megteheti, az próbáljon segíteni.